aki most határozza el, hogy jó lesz, már késő van. Ne égett a Mikulás, két igen-igen vérmes Krampusszal, úgyhogy most itt áll lesz mindenki rendben. Ahogy ígérte, Krampuszokkal érkezett a Mikulás a hajléktalan szállóra, ahol eddig még sohasem járt. Fél százan várták a fehér szakállót. Ezen a napon a Mikulás ne csak a gyerekekhez látogasson el, hanem látogasson el olyan emberekhez is, akik családtalanok, betegek, hajléktalanok, hogy ezen a napon a gyerekek mellett minél több embernek tudjunk az arcára mosolyt varázsolni. A csomagba szaloncukor, alma és tartós élelmiszer került, amit a Mikulás osztott ki a rászoruló hajléktalanoknak. A közös járőrözések, a közös családlátogatások és a kerékpárregisztráció mellett ez mind a lakosság biztonságérzetének a növelésére utal, és van egy másik nagyon fontos elem, a segítő szándék, és ennek kapcsán jött az ötlet, hogy Szent Miklós püspök annak idején a gyerekek mellett nagyon sok szegényt is támogatott, és ez az ötlet gyakorlatilag az elsők között támogatta a győri rendőrfőkapitány, a körzeti megbízottunk Szabó Lajos úr, és az a 22 polgárőrtársam, akik önzetlen anyagi felajánlásával ajándékot tudtunk hozni a rászorultaknak. A polgárőrök és a rendőrök azt szeretnék, hogy a győri kezdeményezés példaértékűvé váljon, és más településeken is hasonló figyelmet kapjanak advent idején a rászorulók.